Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim, uraim, tisztelt képviselőtestület! Köszöntöm Önöket, megkezdjük a mai munkánkat. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 10 fővel határozatképes a jegyzőkönyv hitelesítésére Kovács László és Weber Zsolt képviselő urakat kérem fel. A kiküldött meghívóban szereplő napirendekhez annyi kiegészítésem lenne, hogy a hetesként jelzett napirendet azt javaslom törölni, tehát pályázatos előterjesztés nincs, azt nem tárgyalnánk értelemszerűen. Javaslom új napirendnek felvenni 24-ként a helyi építési szabályzat módosítását. Azon kívül javaslom a 23-asnak jelölt napirendet, aminek az a címe, hogy előterjesztés intézményvezetői megbízás véleményezéséről. Azt harmadikként tárgyalni. Bár nem látom, hogy van-e valaki itt a Kliktől vagy az intézményből. Akkor ne kelljen neki végigülni a teljes testületi ülést, bár természetesen mindenkit szeretettel látunk, kivéve akit nem. Azon kívül a 18-as napirenddel kapcsolatban, amelynek az a címe, hogy előterjesztés Mohácsi Városgazdálkodás és Réfajózási Kft. Beavatásos kiválással történő átalakulásáról, itt kiegészítésként javaslom, hogy tárgyaljuk meg és véleményezzük, illetve tegyünk javaslatot a Rekom Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződés módosításáról is. Azon kívül a lejárt határidejű határozatokról szóló napirendnél, tehát az első napirendnél lenne még kiegészítésem, tehát ennek a napirendnek a keretében kérem, hogy tekintsük át a szociális tűzifa vásárlás támogatásáról szóló program állását és gépjárművek üzemeltetői jogának átadásáról is tárgyaljunk ezen napirend keretében. Más kiegészítésem nincs a napirendekhez képviselőtestületnek. Amennyiben nincs, úgy kérem, aki a napirendeket az elhangzott kiegészítésekkel, módosításokkal elfogadja, jelezze készfeltartással. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. Az első napirendünk szokás szerint a beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a két ülés közti fontosabb eseményekről. Ennek a napirendnek a keretében szeretnék egy-két dolgot kiemelni. Szeretném kiemelni, hogy a Baranya megyei közgyűlés dr. Takács József orvost, a Mohácsi Kórház orvosát kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként az Egészséges Baranyáért díj kitüntetésben részesítette, és ezt a felújított Szászvári Várban tartott megyei ünnepségen, október 10-én főorvos úr át is vehette ezt a kitüntető címet. Azt gondolom, hogy ez egy rangos elismerés, főleg annak tükrében, hogy Baranya megyében azért számos kiváló orvos ténykedik, gondoljunk csak az egyetemre, klinikára, tehát ebben az erős mezőnyben érdemelte ki ezt a kitüntetést a kórházunk orvosa, dr. Takács József. Gratulálunk neki. Az előterjesztés tartalmaz két talán szokatlan megkeresést is, amelyekhez fűznék egy kisebb magyarázatot. Az egyik a Magyar Munkáspárt kezdeményezése, amelyben ezt Ódor György, a helyi szervezetük vezetője jutatta el hozzánk, amelyben azt kezdeményezik, hogy az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok Transatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerség
elnevezésű átfogó szerződés megkötésével kapcsolatosan tiltakozzunk, fejezzük ki egyetnemértésünket. Amellett, hogy én magam egyetértek azzal, hogy ezt a kereskedelmi egyezményt nem lenne előnyös megkötni, tehát én magam részéről is az a személyes véleményem, és egyetértek ezzel a kezdeményezéssel, hogy nem biztos, hogy az Európai Uniónak, de főleg hazánknak előnyös lenne ezen kereskedelmi egyezmény megkötése, de ugyanakkor az újonnan megválasztott, de még hivatalban nem lépett amerikai elnök már deklarálta, hogy ő el fog állni ettől a kezdeményezéstől, nem támogatja, sőt a már eddig megkötött kereskedelmi egyezményeket is felülvizsgálja. Ilyen formán lehet, hogy ez a kérdés okafogyottá vált, úgyhogy ezért javaslom azt, hogy egyenlőre ne tegyünk állásfoglalást ebben az ügyben. Később, amennyiben indokoltá válik, akkor visszatérhetünk erre a kérdésre. Ez az egyik ilyen megkeresés, amiről határozat is van, határozati javaslat is van. A másik a Megyei Jogú Városok Szövetségének a megkeresése, amely arról szól, hogy csatlakozzunk az Európai Bizottság elnökéhez intézett felhíváshoz, amelyben tulajdonképpen tiltakozunk a kötelező betelepítési kvóta ellen. Egyetértve a kezdeményezéssel, a határozati javaslatot én más formában javaslom elfogadni, mint ahogy ezt a Megyei Jogú Városok Szövetségétől kapott felhívást tartalmazza, mert megítélésem szerint azok, akik ezt összeállították, azok nagyon meg akartak felelni elnök úrnak, és ugye itt azt írják, hogy csatlakozunk Szita Károlyhoz, az elnök úrhoz, hogy az ő kezdeményezéséhez. Bizonyára Brüsszelben mindenki riadtan összeszaladt, hogyha meghallja Szita Károly nevét, de azért én úgy gondolom, hogy talán jobb lenne, hogyha a Megyei Jogú Városok Szövetségéhez csatlakoznánk. Ezért azt javaslom, hogy a határozati javaslat az így szóljon, hogy a magyar emberek Európában elsőként népszavazáson nyilváníthatták ki véleményüket az Európai Bizottság kötelező betelepítési kvótára vonatkozó terveiről. Mint demokratikusan választott települési képviselők, tiszteletben tartjuk választóink akaratát, és csatlakozunk a népszavazáson résztvevők 98%-ának az akaratához, és kérjük az Európai Bizottságot, hogy vonja vissza a kötelező betelepítési kvótáról szóló indítványát. Tehát pontosabban nem is feltétlenül a Megyei Jogú Városok Szövetségéhez, hanem a népszavazáson résztvevők 98%-ának akaratához csatlakozzunk, és így javaslom, hogy küldjük meg a véleményünket a Megyei Jogú Városok Szövetségének továbbításra. Tehát ezen kiegészítésem van ehhez a napirendhez, illetve még annyi, hogy ez talán hiánya az előterjesztésnek, hogy nem szerepel egy-két kiváló eredmény, amit sportolóink értek el az elmúlt időszakban, és hát ezeket szeretném röviden felsorolni. Már csak annak okán is, mert a későbbiek során ugye fogjuk tárgyalni a Mohácsi Torna Egylet kérelmét, ami egyfajta kölcsönkérelemről szól a működéssel összefüggésben, erről majd akkor bővebben beszélünk. De azt gondolom, annak a tükrében is érdemes megemlíteni, hogy egyrészt egyre többen sportolnak a különböző szakosztályainkban, és azt is, hogy ezt milyen eredményesen teszik. A ma reggel kapott tájékoztatás alapján mondom és emelem ki elsősorban azt, hogy az karate sportágban Mikóczi Dávid utánpótlás Európa bajnok lett Belgiumban. Az elmúlt napokban, a november elején, ha jól emlékszem, 5-én rendezett kontinens tornán, és csapatban a magyar válogatott tagjaként pedig ezüstérmes lett.
Mikóczi Dávid 11 éves, kiemelkedő tehetségű sportolónk. Ugyanúgy a testvére Mikóczi András, aki 8 éves magyar bajnok lett. Gratulálunk a sportolóknak, edzőjüknek, Dalos Évának, és a szülőknek is, akiknek nem kis áldozatvállalás az, hogy a gyermekeiket így menedzseljék, és különböző versenyekre elvigyék, elkísérjék. Mindenképpen büszkék vagyunk rájuk, kiemelkedő eredmény, és nyilván további sportsikereket kívánunk, illetve hát az MTE részéről úgy gondolom, hogy az MTE vezetése, és én, mint az elnökség tagja is, igyekszünk mindent megtenni, hogy a sportpályafutásukat segítsük. És csak gyorsan felsorolnék még néhány dolgot. Asztali teniszben Tajti Fanni évadnyitó országos ranglista versenyen korosztályában második lett. Aztán országos reménységek versenyén U10-es korosztályú lányok között ugyanő első lett, U12-13-ban Erdélyi Virág második lett, a különböző pingpong programokban, kiemelkedően az iskolai pingpong programban, a Széchenyi téri általános iskolában heti szinten több mint 60 gyerek űzi a sportágat. Atlétikában kapitány Kristó bekerült az országos súlylökő programban, Kürti Lajos Superliga második helyezést ért el. Evezésben Litter Előd, Dudás Dominik és Molnár Balázs bekerültek az ifjúsági válogatottba, Kerekes Krisztián Matejsz József mellé bekerült a felnőtt válogatottba. Matejsz József és csapata, amiben 4 olimpikon is volt, a 8-asok nemzetközi versenyén Zágrábban második helyezett lett. Matejsz József 23-as országos bajnok. Íjászatban Takács Máté történelmi íjászat világbajnokságon első helyezést ért el. Úszás, amit még kiemelnék, Filancsek Gábor kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes lett, rövidpályás országos bajnokságon, most legutoljára Filancsek Gábor 2 ezüstérmet szerzett, gyermekországos bajnokságon szintén úszásban Stokker Ákos 4. helyezést ért el, ő 50 méteres mellúszásban ranglista vezető, Kocsi Ádám a Béka országos gyermekbajnokságon 3 arany és 1 ezüstérmet szerzett. Emellett a kézilabda is egyre eredményesebben szerepel, és azt gondolom, hogy a megyei első osztályban a labdarúgóink is megfelelőképpen helytállnak. Tehát ha kicsit hosszasra is sikerült ezen eredmények taglalása, úgy gondolom, hogy az MTE-ben folyó eredményes tevékenység megérdemli ezt a figyelmet. Más kiegészítésem nincs a napirendhez, képviselőtestületnek, amennyiben nincs, úgy szavazásra kerülne a sor. Először szavazásra bocsátanám akkor azt a javaslatomat, ami a Megyei Jogú Városok Szövetségéhez való felhíváshoz történő csatlakozást jelenti. Tehát az előterjesztés, illetve a határozati javaslat 3-as pontjával szemben a korábban felolvasott határozati javaslatot javaslom elfogadásra, aminek az a lényege, hogy csatlakozunk a népszavazáson résztvevők 98%-ának akaratához, és kérjük az Európai Bizottságot, hogy vonja vissza a kötelező betelepítési kvótáról szóló indítványát. Aki ezzel egyetért, kérem jelezze kézfeltartással. Ki volt ellene, volt-e tartózkodás? Egy tartózkodással és 9 igennel a javaslat elfogadásra került. Ezután akkor egyben bocsátanám szavazásra a határozati javaslat 3 pontját, tehát az 1-es, 2-es és a 4-es pontot az eredetileg kiküldöttek szerint. Aki azokban foglaltakkal egyetért elfogadja, kérem szavazzon. Köszönöm, az egyhangú volt. Ezen felül, akkor ahogy jeleztem, a szociális célú tűzifa programmal kapcsolatosan kellene egy határozatot hoznunk, ugyanis döntöttünk erről a programról korábban,
döntöttünk arról is, hogy egy 7 millió forint keretösszeget biztosítunk a programra. A benyújtott igények alapján, ami már akkor is tulajdonképpen sejthető volt, mivel jelentősen megemeltük a keretösszeget, látszik, hogy ez az összeg nem lesz elegendő. Kérdezem az osztály vezetőjét, ki remélem itt van. Nincs itt. Nagyszerű, mert hogy tegnap azt kértem, hogy a ma reggeli állapotról tájékoztasson, hogy hány kérelem van. 440? Igen, 490 kérelmet nyújtottak be, és abból 440. 440 az, ami, igen, ami megfelel. Ami megfelel. Ha annyi van, akkor ez szorozva a megállapított összeggel, akkor ez azt jelenti, hogy 11 millió forintra kellene felemelnünk a keretösszeget. És akkor az elegendő lehet az igények kielégítésére. Ugye ez azt jelenti, hogy november végéig lehet beadni a kérelmeket, tehát nagy valószínűséggel lezárul napokon belül a program, igen. Tehát ez valóban még tudok fejben számolni, ez 11 millió forint. Hogyha a képviselőtestület egyetért vele, akkor javaslom a 7 millió forintos keretösszeget, tehát a szociális tűzifa programra megállapított 7 millió forint keretösszeget 11 millió forintra megemelni. Van ehhez valakinek más véleménye, kérdése? Amennyiben nincs, úgy kérem, aki egyetért a javaslattal, jelezze készfeltartással. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. A másik kezdeményezés az a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Mohácsi igazgatóságának a vezetője fordult hozzánk azzal a kérdéssel, hogy két tulajdonunkban lévő, de általunk nem használt gépjárművünket engedjük át használatra a Kliknek. Ez egy Ford Fiesta típusú gépjármű, amely a gyepmesteri telepen teljesített szolgálatot korábban. Helyette egy másik gépjárművet vásároltunk, már nem felelt meg a feladatnak. 338 ezer kilométer futott. Igazából azt kell mondjam, hogy ennek a gépjárműnek jelképes ára, értéke van, tehát mi már üzemen kívül helyeztük, még használható, tehát helyben szerviz feladatokra felújítás után használható lehet. Ugyanígy van egy 14 személyes Ford Transit gyártmányú mikrobusz, ami korábban a Szigeti Városrész tanyagondnoki feladatait látta el. Ez 374 ezer kilométert futott, ez sem képvisel már jelentős piaci értéket. A két gépjármű megítélésem szerint körülbelül olyan 1 millió forint értéket képviselhet. A Szigeti Tanyagondnoki busz helyett pályázati úton nyertünk támogatást, és tudtunk vásárolni egy új gépjárművet, tehát ezt is használaton kívül helyeztük. Az a javaslatom, hogy engedjük, tehát a tulajdonjog megtartása mellett a két gépjárművet engedjük át használatra a Klebersberg Intézményfenntartó Központnak, ezzel is támogatva a Klik tevékenységét. Ő számukra egyelőre nem biztosítanak lehetőséget gépjármű vásárlásra. Javaslom, hogy segítsük ezzel a gesztussal, és az üzemeltetési jog átadásával a Klik munkáját. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a javaslattal, jelezze készfeltartással. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. Akkor ennek a napirendnek a végére értünk.
következő napirendben a Mohácsi Közalapítvány tevékenységéről szóló előterjesztést tárgyaljuk. Kérdezem az Oktatási Bizottság véleményét. A bizottságunk tárgyalta és elfogadásra javasolja. Pénzügyi Bizottság. Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Köszönöm. Van-e kérdése, véleménye valakinek? Tehát akkor szavazás előtt szeretném kiemelni, hogy jelenleg az alapítvány számláján van 1.197.000 forint. Ez alapvetően az önkormányzat Burza Hungarika ösztöndíj pályázatban megmaradt keretösszegének átengedéséből és a Raiffeisen Bank támogatásából állt össze. Reményeink szerint még további támogatások érkeznek, és a jövő évben is lehetőségünk lesz a középiskolás, rászoruló középiskolás diákjaink támogatására. Kérem, aki a beszámolót elfogadja, jelezze készfeltartással. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. Tehát következő napirendben az intézményvezetői megbízás véleményezéséről szóló előterjesztést tárgyaljuk, tehát az eredetileg 23-asnak szánt előterjesztést. Kérdezem az Oktatási Bizottság véleményét. Az előterjesztésben szereplő határozott a javaslatot elfogadásra javasoljuk, és annyi kiegészítésről, hogy a bizottság javasolja, hogy Mohács Város képviselőtestületének, hogy kérje a Klik Mohácsi igazgatóját és a Mohácsi Kisfaludi Károly gimnázium vezetését, hogy tegyenek meg minden szükséges és lehetséges intézkedést annak érdekében, hogy a gimnázium szerezze vissza korábbi presztízsét, a középiskolák országos rangsorában elfoglalt helyét, térségi szerepét. Okay, köszönöm. Van-e ehhez kérdés, vélemény, hozzászólásigény? Én köszöntöm a Klik igazgatóját és a gimnázium igazgató asszonyát, akik időközben megérkeztek. Kérdezem, hogy kívántok-e hozzászólni ehhez a napirendhez, véleményt nyilvánítani? Igen, igazgató asszony, igen. Akkor légy szíves kifáradni, és addig, míg erre sor kerül, addig annyiban szeretnék csatlakozni az Oktatási Bizottság javaslatához, véleményéhez, amely egyrészt arról szól, hogy ugye tudomásul veszi és támogatja igazgató asszony további intézményvezetői megbízását, ugyanakkor észlelve azt, hogy a gimnázium az országos ranglistán, ahol korábban mindig az első 100-ban volt, ahogy én ugye megkérdeztem az ezzel kapcsolatos vélemény hátterét, tehát a gimnázium mindig azért rangos helyet foglalt el az országos ranglistán. Emlékszem rá, hogy volt olyan, hogy 20-30. Helyen is szerepelt az elért tanulmányi eredmények, felvételi eredmények alapján. Mostanában nem látjuk az első 100-ban. Ez nyilván joggal aggasztja akár az Oktatási Bizottság, akár Oktatási Bizottságot, akár a mohácsiakat. Erre szeretnénk felhívni a figyelmet és kérni, hogy tegyen meg a vezetés mindent a korábbi színvonal és rang elérése érdekében. Igazgató asszony, a szó. Én köszönöm a lehetőséget, hogy szót kaptam, és szeretettel köszöntök mindenkit, a képviselőtestületet és minden résztvevőt. Az igaz, hogy a gimnázium nincsen bent az utóbbi talán 10 évben. Nem néztem pontosan utána, mert nem jutunk hozzá mindenféle ranglistához az első 100-ban, de ennek sajnos nagyon összetett és több oka van. Aztán mindenki tudja, hogy a gyereklétszám az sajnos rendkívül csökken, így a gimnázium beiskolázása is óriási problémát jelent, és a gimnázium valójában akkor érte a fénykorát, amikor országos beiskolázású volt, ez pedig akkor volt, amikor a két tannyelvű tagozat működött. Tehát azóta ilyen értelemben a gimnázium színvonala sajnos csökken, mert csak a mohácsi járás diákjaiból tud gyerekeket fölvenni, és azok létszáma rendkívül lecsökkent.
a gimnázium létszáma is csökkent az elmúlt 5 év alatt közel 100-zal. De hogyha megnézzünk egy másik statisztikát is, amelyet Nahalka István, egy oktatáskutató készített, amely nem ezeket az abszolút számokat veszi figyelembe, tehát nem az abszolút eredményeket, hanem azt nézi, hogy ezekhez milyen pedagógiai érték járul hozzá, akkor egy 2014-ben megjelent írása alapján a Mohácsok Kisfaludy Károly Gimnázium ebben a rangsorban a 43. És azt hiszem, hogyha ezt nézzük, akkor önmagában elégedettek lehetünk. Mert sajnos mi azokból a gyerekekből tudunk valamit előhozni, kinevelni, akiket fölveszünk, de emellett mi rengeteg minden pluszt adunk a gyerekeknek, amelyek alapján megállják a helyüket. Persze előfordul körülbelül 10-15%, aki nem a gimnáziumunkat választja, hanem elmegy egy másik pécsi iskolába, hát ezekkel kell fölvennünk a harcot, és én úgy érzem, hogy a tantestületünk igyekszik mindent megtenni, hogy a gyerekeket eljutassa érettségre, versenyekre felkészítse, mert nagyon szép megyei és országos eredményeink vannak, amiket most nem szeretnék részletesen felsorolni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Én szeretném, ha nem értenék félre a bizottság véleményét, amivel tulajdonképpen ugye az intézményvezetői megbízás okán tehát csatlakozott az előterjesztéshez. Én úgy gondolom, hogy ez egy aggódás a helyi oktatás színvonaláért, és úgy vélem, hogy ez helyén van, mert ahhoz, hogy a településnek a helyzete, jövője az minél stabilabb és minél jobb legyen, ahhoz szükséges, hogy a helyi oktatás minél magasabb színvonalú legyen. Több szempontból is fontos és szükséges. Nyilván ez nem csak a gimnáziumra vonatkozik az óvodától kezdve, az általános iskoláig és a szakképző intézményekig is. Tehát ahhoz, hogy versenyképes tudást kaphassanak a gyerekeink, akik kikerülnek az iskolákból, és reményeink szerint, akik tovább tanulnak, azoknak egy jó része vissza is jöjjön a városunkba, és a város fejlődését, épülését szolgálja, ahhoz szükség van itt magas színvonalú oktatásra. A mohácsi oktatás, általános iskolai és középfokú oktatás is korábban is rangos volt, nívós színvonalas volt. Nyilván az Oktatási Bizottság, mint szakbizottságnak a véleménye, javaslata az azt az aggódást fejezi ki, hogy azért látszik némi eredményromlás. Én csak részben értek egyet azzal, amit igazgató asszony elmondott. Azt örömmel hallom, hogy bizonyos összevetésben jobbak az eredményeink, ugyanakkor a gyereklétszám az máshol is fogyott. Tehát ezt halljuk általában a pedagógusoktól, hogy ezek a gyerekek ezek már nem olyanok, mint régen a gyerekek voltak, ezek a gyerekek már nem akarnak tanulni, ezek már butábbak, meg különböző jelzőkkel illetik őket. Ugyanez a közeg jellemző az egész országban. Abban a relatív közegben érezzük azt, hogy a helyi oktatásban nincs meg az a presztízs, mint ami korábban volt. Ez fenntartótól független megítélésem szerint, és a relatív rangsor tekintve még a gyerek anyagtól is úgy vélem, hogy független, mert ugyanígy csökkent a gyermeklétszám Szabolcs-Szatmár megyében, vagy Győr-Moson Sopron megyében, vagy más megyékben is. Tehát ebben a közegben is arra kell törekednünk, és az az érdekünk, hogy az oktatásunk az helytálljon. És még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a gimnáziumi képzés vonatkozásában, hanem az egyéb képzések vonatkozásában is. Azt hiszem, hogy nagy a jövő szempontjából nagy a felelőssége az iskolákban dolgozó pedagógusoknak, és az őket irányító
fenntartó szervezeteknek is. Egyébként köszönjük a lehetőséget, hogy véleményezhettük az intézmény vezetői megbízást, és örömmel tesszük meg azt, hogyha ilyen megkeresés érkezik irányunkban, akár más intézmények esetében is. Tom, kíván-e még valaki hozzászólni ehhez a napirendhez? Köszönöm. Amennyiben nem, akkor kérem, aki egyetért az Oktatási Bizottság által megfogalmazott határozati javaslattal, tehát egyrészt támogatja Nádasdiné Szanyi Judit igazgatóasszony ismételt vezetői megbízását, és egyetért az oktatás színvonalának fenntartásával kapcsolatos felhívással, azt kérem jelezze kézfeltartással. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. Köszönöm szépen. A következő napirendünk a szintén egy talán szokatlan napirend. Testvérvárosunk Beykoz, amely ugye Isztambulnak egyik kerülete. Beykoz polgármestere keresett meg bennünket október 17-i keltezésű levelében, amelyben kérte, hogy foglaljunk állást a terrorizmussal kapcsolatban, és tegyünk egy terrorizmust elítélő nyilatkozatot. A levelében polgármester úr bizonyos konkrétumokat is megemlített, konkrétan felvázolt bizonyos ellenségképet, bizonyos szervezetektől való elhatárolódást is kér tőlünk. Én azt gondolom, hogy ennyire mélyen nem kell nekünk ebbe a dologba belemenni. Semmiképpen nem tartom célszerűnek. Már csak azért sem, mert nem hiszem, hogy különböző egymással szemben álló politikai szervezetek dolgaiban, amelyek ráadásul nem is hazánkon belül tevékenykednek, hanem mondjuk Törökországon belül, és még ki tudja mely ázsiai országokban. Tehát ebbe nekünk, egy magyarországi kisvárosnak állást foglalni, beavatkozni úgy vélem, hogy nem csak hogy felesleges, hanem nem is célszerű, nem szabad. Viszont a terrorizmust, mint globális jelenséget úgy vélem, hogy elítélhetjük, és ebben állást foglalhatunk. És így azért Beykoz polgármestere kérésének is bizonyos vonatkozásban eleget tudunk tenni. Ha elzárkóznánk ettől, akkor lehet, hogy az barátságtalan gesztusnak tekinteni a testvérvárosunk, nem zárkózzunk el. Az a javaslatom, hogy tegyünk egy általános terrorizmust elítélő nyilatkozatot. Ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy a pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Köszönöm. Van-e kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, aki a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, szavazzon. Volt-e ellene valaki? Tartózkodott-e valaki? Két tartózkodással, 8 igennel a javaslat elfogadásra került. A következő napi rendünk a 2016 évi fejlesztési feladatok végrehajtásáról, áttekintéséről szóló előterjesztés. Ez az előterjesztés alapvetően két részre választanám. Az egyik az tartalmazza, hogy milyen pályázatokat nyújtottunk be, és ezek jó részt elbírálás alatt vannak. Ugye ezt korábban már ezekről többször tárgyaltunk, én nem ismertetném ezeket újból. Annyit emelnék ki ebből, hogy mintegy 8 milliárd forint értékben nyújtottunk be pályázatot, és várjuk azok elbírálását. Hozzáteszem, hogy ebben nincs bent a kikötő program, amelyről majd külön szeretnék néhány szót ejteni.
Ebben a pályázati csomagban, tehát ebben a 8 milliárdos pályázati csomagban a nagy része az a területi operatív program keretében benyújtott pályázat, amelyek ugye még mindig szakmai értékelés és bírálat alatt vannak. Remélhetőleg mielőbb megszületnek a megfelelő döntések. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy vannak olyan programok, amelyeket forráshiány miatt elutasítottak. Ilyen a Golya utcai szociális otthon régi épületének a felújítására benyújtott pályázatunk, közben keresem itt a sorban. Ha jól emlékszem, ugye ezt a belügyminisztériumhoz nyújtottuk be, és a belügyminisztériumhoz mostanában benyújtott pályázataink hogy nem, valamiért nem eredményesek. Majd megpróbálok utána járni, hogy miért nem. De amit szeretnék javasolni, ugye ez egy 19 millió forint költségű program, úgy látom, hogy itt olyan nagyon nem kecsegtett reménnyel az, hogy itt pályázati forrást tudunk kapni valahonnan is, úgyhogy azt kezdeményezem, hogy ez a program ez a jövő évi intézményfelújítási programunkba kerüljön beemelésre, és ezt saját forrásból a jövő évben valósítsuk meg. Ezen kívül a képviselő testület már hallhatta korábban is többször, hogy tervezzük a szociális otthon, szintén a régi épületrésznek a felújítását, bővítését. Ott van egy kidolgozott programunk, kész pályázatunk a meglévő épületcsoport felújítására. Ugye, ha jól emlékszem, azt is már kétszer benyújtottuk támogatásra, és mind a kétszer eredménytelen volt. Szintén forráshiány miatt, illetve egyszer úgy emlékszem, hogy éveken keresztül nem született döntés, aztán így elhalt az egész kezdeményezés, így feledésbe merült. Nos, ezt a programot, ezt szeretném, ha még egyszer benyújtanánk majd pályázatra. Ugyanakkor van egy olyan elképzelésünk is, hogy az otthon melletti területen, ugye ott megvettünk három régi családi házat, ezeknek a bontása folyamatban van, napokon belül megkezdődik a terület rendbetétele, és hozzáfogunk a parkosításhoz is. Tehát azt kezdeményezem, hogy ott egy mintegy 40-50 fős új otthon bővítményt létesítsünk, hozzunk létre, nagy valószínűséggel saját forrásból. Tehát egy önálló programot szeretnék javasolni, hogy indítsunk, nyilván elkülönítve az otthon meglévő területétől, új helyrajzi számon, és egy önköltséges alapon működő, emelt szintű ellátást biztosító szociális otthonrészt alakítsunk ki 100%-ban önkormányzati forrásból, és ott önköltséges alapon történő működtetést valósítsunk meg. Úgy tűnik, hogy erre is van igény, van úgymond fizetőképes kereslet, tehát ettől függetlenül megmaradnak azok az otthon részek, amik eddig is működtek, de az önkormányzat, tehát teljesen elkülönülten, külön gazdálkodás mellett is úgy gondolom, hogy tud és képes ott eredményesen először is létrehozni és működtetni egy emelt szintű szociális intézmény egységet. Ehhez kérem majd a képviselő testület támogatását. Ezen felül a kikötőről szeretnék néhány szót ejteni, hiszen ez egy több mint 15 éves, lassan már egy 17-18 éves kezdeményezés, aminek lassan a végére érünk. Még
98-99-ben polgármesterségem kezdetén kezdtem el feltérképezni a Dunaparti területeket, és hát mint más esetben is rá kellett arra jönni, hogy Mohácsnak nincsenek fejlesztési területei ipari célra, különösen nem vízparti területei. Ezért hosszú évekbe tellett, amíg ott ehhez megfelelő ingatlanokat tudtunk szerezni. Sajnos amilyen területei voltak az önkormányzatnak, még azokat is bevitték különböző társaságokba, és ott hát különböző, szerintem vitatható célra azok a társaságok ezeket az ingatlanokat visszatartották. Ezeket sikerült különböző módon megszerezni. Volt, ahol pereskedni kellett, volt, ahol más eszközzel, módszerrel. A lényeg az, hogy ma a Dunaparton de több olyan jelentős fejlesztési területünk van, ami akár gazdasági célú, akár sport, turisztikai célú fejlesztést is lehetővé tesz. Az önkormányzat birtokában, kezében vannak, ezen belül meglátásom szerint a kereskedelmi célú kikötő fejlesztésre leginkább alkalmas belem épített területek. Ennek is köszönhető az, hogy a határkikötő Mohácsra települt. Ugye ezt már olyan adottságként kezeljük, de hát a határkikötő kikötőért ugye több település is versengett Magyarországon. Mi azzal tudtunk nyerni ebben a versenyben, hogy fel tudtunk ajánlani ingyenesen az államnak több mint 3 hektárnyi, jól emlékszem 3,3 hektárnyi területet 25 éves használatra, hasznosításra. Azzal a feltétellel, hogy ha a határkikötőnek a határkikötői funkciója megszűnik, akkor visszakerül önkormányzati hasznosításba, és ott akkor kereskedelmi, gazdasági célú tevékenységet tud az önkormányzat folytatni, illetve az önkormányzat által megbízott társaság folytatni a jövőben. Jelenleg a határkikötőt a saját cégünk, a Városgazdálkodás és Réfajózási Kft. Működteti eredményesen, és ez a határkikötő az Európai Unió Dunai déli vízi kapuja, és ez a határkikötő a jelenleg a Dunai folyami hajózásnak az egyik információs központja, információs bázisa az Európai Unión belül. Jelentős szerepe van, és úgy tűnik, hogy ez még hosszú időn keresztül fennmarad. Ez azért is lényeges, mert az a kereskedelmi kikötő, amelynek a létesítésére az Európai Uniótól 4,75 milliárd forintnyi támogatási lehetőséget nyertünk, annak a kikötőnek a területe, az közvetlenül a határkikötő mellett van. Tehát a határkikötő mellett jön létre egy olyan objektum, egy olyan kereskedelmi kikötő, amilyen eddig Mohácson és a Dél-Dunántúlon nem volt, tehát nincs és nem is volt konténer és darabáru rakodására alkalmas, nagyobb kapacitású kikötő. Ennek a megvalósítása előtt állunk, ennek a megvalósítására nyújtottunk be egy pályázati programot az Európai Unióhoz. Először a programra nyújtottunk be pályázatot, arra nyertünk mintegy 120 millió forintot, utána még további támogatással ki tudtuk dolgozni az Unióhoz benyújtandó pályázatot. Ott az Európai Bizottság többszöri forduló után végül is tavaly augusztusban hozta meg a támogató döntését, amely szerint 94%-os támogatás intenzitás mellett ez a kikötői program támogatható. A program összesen a jelen számítás szerint 5 milliárd 44 millió forintba kerül, és a megvalósításhoz 300 millió forint önerőre van szükség. Pontosabban 294,6 millió forint a tervek szerint a saját erőrész. Ezt a saját erőt mi képesek vagyunk
önállóan biztosítani. Az önkormányzat ennek a több mint tízszeresével is rendelkezik fejlesztési forrásként, tartalékként, tehát az önerőt biztosítjuk, és a kormány döntése értelmében az ICOB-ból, tehát ez a korábbi közop nevű közlekedés operatív program nevű pályázati támogatási rendszer helyett az ICOP jött létre. Valamikor még mi a közopban indultunk, és a közopot céloztuk meg, hát az idő elment, és ezért kellett az ICOP-ban pozícionálni a programunkat. Ami megtörtént, és a kormány döntése értelmében 4 milliárd 75 millió forint került jóváhagyásra az ICOP fejlesztési keretében. A támogatási szerződést október 25-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal aláírtuk, és folynak az előkészítő munkálatok. Amit mindenképpen szeretnék hangsúlyozni, hogy amit elmondunk ezzel kapcsolatban, úgy gondolom, hogy ez a város életében egy jelentős előrelépés, és egy igen jelentős fejlesztés, komoly fejlődést vetít előre, de ugyanakkor azt is szeretném hangsúlyozni, hogy ez a kikötő, ez a jövő hónapban nem fog itt állni a Dunaparton és működni. Tehát még jó néhány év kell ahhoz, hogy ez a beruházás megvalósuljon. A tervek szerint legkésőbb 2019. december 31-éig a program megvalósul. Némi rátartással, óvatos becsléssel úgy látjuk, hogy ennyi időre szükség lehet a kikötő megvalósításához. Tekintve a hosszas bürokratikus eljárásokat a különböző pályázati programok megvalósításánál, és azért tekintve azt, hogy a Duna vízállás is bizonyos kockázati tényező. Tehát jövő évben itt a kikötőből még semmi nem fog látszani, még az építkezés sem tud elkezdődni, mert még mindig az előkészítésen, tervezésen fognak dolgozni. Várhatóan 2018-ban kezdődik meg az építkezés, és várhatóan 2019-ben fejeződik be. És ami még ehhez hozzátartozik, hogy ezt követően is szükség lesz egy felfutási időszakra, néhány évre, amíg a kikötő ki tudja fejteni helyben a gazdaság élénkítő, gazdaságfejlesztő hatását. Mire gondolok? Kettő, vagy akár három terület is lehet, ahol azt gondolom, hogy jelentős piaci szerepe lehet a kikötőnek. Az egyik a konténer kereskedelem. Tehát a mi kikötőnk intermodális lesz, úgy lesz kialakítva, hogy vízi, vasúti és közúti közlekedési csomópont lesz kialakítva a kikötőben, ahol a 20 és 40 lábas konténerek a különböző szállítási módok között rakodhatók, átadhatók a vízi szállításból a vasútira vagy a közútira, és fordítva ide-oda, tehát különböző módokon lehet a szállítást variálni. Ugye, ma már a világban versenyképesen úgy lehet az árut eljutatni a világ egyik pontjáról egy másik távoli pontra, hogyha ilyenfajta szállítási módokat veszünk igénybe és használunk. Ez az egyik. A másik, a darabáru rakodás. Ugye Mohácson vannak már most is működő kikötők, ezek magántulajdonú kikötők. Tehát nem közforgalmúak, amelyet bárki igénybe vehet, hanem magántulajdonú kikötők, amelyeknek az igénybevételét a tulajdonosok akár meg is tagadhatják azoktól, akik szeretnének kikötői szolgáltatást igénybe venni. És a másik az, hogy ezek ömlesztett áru gabona rakodására alkalmas kikötők, általában
gabona berakodásával foglalkoznak, tehát a térségben megtermelt gabona elszállítására szakosodtak. Az általunk építendő kikötőben a konténerekbe csomagolható árunk kívül a nagyobb terjedelmű darabáruk rakodására lesz lehetőség. Ami jelenthet különböző vasárút, jelenthet például szélerőművek szélkerekeitől kezdve sok minden más, tehát komoly terjedelmű és komoly súlyú áruk rakodására is lehetőség lesz folyamatosan és nagy kapacitásban. És ezen felül még másfajta áruk rakodását is el tudjuk képzelni, és másfajta áruk rakodására is alkalmassá szeretnénk tenni a kikötőt. Meglátásom szerint ez egy rentábilis tevékenység lesz, amelynek további megkülönböztető kompetenciát jelent az, hogy a határkikötő mellette van, így a különböző áruknak a vámoltatása, kezelése sokkal rugalmasabban meg tud történni, mint hogyha ezt akár egy távoli kikötőben szeretnék kiberakni, hiszen egy kiállással megvalósítható a rakodás és a vámkezelés is. A megvalósítás sok munkát igényel úgy a hivataltól, mint más szervektől is. Igyekszünk erre odafigyelni, hogy a megvalósítás folyamatába hiba ne csusszon, és ez a program ez maradéktalanul teljesülhessen. Azt gondolom, hogy ennyi a fejlesztési feladatokról, pontosabban még az útfejlesztésekről szeretnék néhány szót ejteni, az útfelújításokról. A beszámoló tartalmazza, hogy mintegy 155,5 millió forint költségből, teljes egészében saját forrásból milyen utcákat újítottunk fel. Ezen felül folyamatban van egy 97 millió forint összegben egy újabb útfelújítási blokk. A nyomait a városban lakók, itt élők, közlekedők láthatják. Tehát további utcáknak a felújítása kezdődött meg. Az időjárástól függően haladunk majd ezzel a programmal. Itt április közepére, április végére tervezzük ennek a felújítási csomagnak a befejezését. Tehát már elindult, és már megkezdődött egy közel 100 millió forintos útfejlesztési programunk. Előkészítés alatt vannak további fejlesztések. Tehát azt szeretném hangsúlyozni, hogy amit az alakuló ülésünkön a polgármesteri programban megcéloztunk, önök elé terjesztettem, illetve amit a választási kampányban ígértem, azoknak a programoknak a megvalósítása az folyamatosan ütemezetten halad. Szeretném, hogyha a 2018-ig a vállalt út és egyéb fejlesztési, elsősorban útjárda fejlesztési programok megvalósulnának. Az intézmény felújítások vonatkozásában látható az előterjesztésből, hogy itt tulajdonképpen mutatjuk azt is, hogy lemaradásban vagyunk, mert van egy sor olyan program, amelynél azt a megjegyzést olvashatják, hogy folyamatban van. Itt elsősorban kisebb olyan felújításokról van szó, amelyek a különböző intézményeknél ilyen hibaelhárítás, karbantartás jellegű munkák.
és amelyeket reményeim szerint néhány hónapon belül be fogunk fejezni. Kérdezem a bizottságok véleményét. Pénzügyi bizottság. A bizottság elfogadásra javasolja a tájékoztatót. Szociális és egészségügyi bizottság. A Szociális és egészségügyi bizottság is elfogadásra javasolja az előterjesztést. Oktatási bizottság. Mi is tárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk a testület. Van-e kérdése, véleménye valakinek? Amennyiben nincs, akkor még egy kicsit szórakoztatom önöket a kikötő programmal. Elfelejtettem megemlíteni, ugye párhuzamban beszéltem a határkikötőről, illetve a kereskedelmi kikötőről, és azt elfelejtettem azzal lezárni ezt a gondolatmenetet, hogy amikor megszűnik a határkikötőnek a funkciója, határkikötőként nem funkcionál tovább, azért, mert Horvátország és Szerbia is bekerül a Schengeni övezetbe, mondjuk ez egyelőre igen távolinak látszik, de hogyha ez bekövetkezik, akkor egy gazdasági egységként tud üzemelni majd a határkötői objektum és a kereskedelmi kikötői objektum, ami további jelentős fejlődést jelenthet, és további jelentős kapacitás bővülést is jelenthet a kikötő vonatkozásában, tehát több mindenre, elsősorban úgy gondolom, hogy logisztikai szempontból több mindenre ad majd lehetőséget. Nos, ezek után akkor szavazzunk, mégpedig azt szeretném kérni, hogy az előterjesztéstől amiket eltérően fogalmaztam meg, azokról szavazzunk. Tehát egyszer kérem a képviselőtestületet, hogy értsen egyet a 18-as számú program, az Egyesített Szociális Intézmény Felújítása című programnak a megvalósításával a 2017 évi intézményfelújítási keretből. Értsen egyet azzal, hogy ezt a programot oda beemeljük. Aki ezt elfogadja, jelezze kézfeltartással. Köszönöm, az egyhangú volt. Ezen kívül kérem a képviselőtestület támogatását ahhoz, hogy egy programot indítsunk az Egyesített Szociális Intézmény Gólya utca 42, Gólya utca 42 számú ingatlana melletti területen, tehát saját forrásból egy önálló és önköltséges alapon működő szociális intézmény kialakítására. Aki ezzel egyetért, azt kérem jelezze kézfeltartással. Ez is egy hangú volt. Nyilván ezt a programot kidolgozzuk, és még majd visszahozzuk. És ezután kérem azt, hogy aki egyetért, aki elfogadja a beszámolót, jelezze kézfeltartással. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. Következő napirendünk a közbeszerzési szabályzat módosításáról szóló előterjesztés. A közbeszerzési törvény nem meglepő módon megváltozott, és a jogszabályi változások nagy száma teszi szükségessé a szabályzatunk felülvizsgálatát. Remélem, hogy mire életbe lép, addigra az újfajta változások nem teszik megint szükségessé az újfajta módosítást. Tehát a jelenlegi tudásunk alapján a jelenleg érvényes KBT-nek és egyéb törvényi előírásoknak a szabályzatunk a jelen előterjesztés formájában felel meg. Kérdezem a bizottságok, pénzügyi bizottság véleményét. A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. És ha jól látom, ezt a település részi önkormányzat is tárgyalta. Igen,
Elfogadásra javasolja a részem kormányzat is. Köszönöm. Van egy kérdés? Vélemény? Kérem, aki a szabályzatot elfogadja, az előterjesztés szerinti formában szavazzon. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. Következő napirendünk a közbeszerzési tervünk módosítása. Ennek a módosításnak alapvetően ugye két indoka van. Az egyik, hogy időközben, ahogy az imént röviden elmondtam, a támogatásban részesült az Országos Közforgalmú Kikötő Programunk, és ezt beemelnénk a közbeszerzési tervbe, a megvalósítást. A kikötő megvalósítása az nem egy közbeszerzési eljárásból áll, hanem sok-sok részfeladatból, amelyeket külön-külön kell a különböző alkalmas szereplőket, vállalkozókat közbeszerzési eljárás keretében kiválasztani, így a műszaki ellenőrzést lebonyolító mérnököt, a nyilvánosság biztosítását, a projektmenedzsment feladatok ellátására a szervezetet, a tenderterv készítésére megbízott szervezetet, és még sorolhatnám, tehát több eljárást kell lebonyolítani, ezeket a közbeszerzési terv tartalmazza. És hát felmerültek új beszerzések szükségessége, lehetősége, így beszélhetünk az útfejlesztésekről, beszélhetünk a gépjármű beszerzésről, tehát ezeket a közbeszerzési terv részletesen tartalmazza. Pénzügyi Bizottság véleményét kérdezem. A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Van-e kérdése, véleménye valakinek a pirendhez? Kérem, aki elfogadja a közbeszerzési tervet, az előterjesztés szerint szavazzon. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. Következő napirendünk a helyi védettség aluli feloldásról szóló előterjesztés. Ezt a pénzügyi bizottság tárgyalta, kérem a véleményét. A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Kérdés, vélemény van-e? Amennyiben nincs, úgy kérem, aki egyetért a javaslattal szavazzon. Köszönöm, egyhangú volt. Következő napirendünk a 2017 évi költségvetési koncepcióról szóló előterjesztés. Ebből szeretnék néhány dolgot kiemelni. Ugye a költségvetési koncepcióval szoktuk megalapozni a következő évi költségvetésünk előkészületeit, az előkészítési munkákat. A költségvetési koncepciónak mindig egyik fontos eleme a következő évi inflációs prognózis. Ez most egy elég érdekes történet az idén. Ugye hallhattunk már az elmúlt hetekben különböző fajta inflációs prognózisokat, a 1,5%-tól egészen a 3-4%-ig terjedően is. Jelenleg ismereteink szerint a Nemzeti Bank 2,3%-os inflációs prognózist tett a magáivá. Most csak a saját véleményemet mondom, meglátásom szerint ettől magasabb lesz az infláció, tekintve a minimálbér emelést, a garantált bérminimum emelését, azokat tehát a különböző bérfejlesztéseket, azokat a várható kormányzati költéseket, a különböző pályázatok beindulását, tehát több mindenre tekintettel úgy gondolom, hogy ettől is magasabb a várható infláció. Ennek ellenére egyenlőre úgy vélem, hogy maradjunk az MNB által közzétett prognózisnál, a 2,3%-nál, és ez miért fontos nekünk? Azért, mert
ez szokott az iránytű lenni olyan vonatkozásban, hogy a következő évben az adómértékeket és a különböző díjakat mennyire emeljük. Tehát mostani javaslatunk az az, hogy 2%-os mértékben emeljük a különböző fajta bevételeinket. Ez ugye azt jelenti, hogy a közterületfoglalási díjtól kezdve minden díjat 2%-os mértékben kívánunk megváltoztatni, az adókat is. Lehetne erre azt mondani, hogy ez a 2% ez nem is olyan sok, hát tekintsünk el az emelésektől. Ha ezt tesszük 2-3 éven keresztül, akkor ez azzal járna, hogy majd egyszer egy évben kell 6-7%-ot emelni, és akkor pedig idézőjelbetéve mondom, akkor az veri ki a biztosítékot, tehát nem javaslom ezzel az eszközzel élni. Tehát javaslom, elfogadva a mérsékelt inflációs prognózist, hogy 2%-os mértékben emeljük a bevételeinket és a kiadásainkat is, már azokat, amik tőlünk függnek. A tervezés során a 2016 év intézményi háttérből indulunk ki. Tudomásunk szerint a jövő évben a kormányzat nem tervez olyan intézkedéseket, amelyek következtében azzal kéne számolnunk, hogy bizonyos intézmények kikerülnek az önkormányzati fenntartásból, működtetésből. Ettől még előfordulhat, de tudomásunk szerint ilyen nincs. Tartalmaz az előterjesztés, hogy záró tartalékként kerüljön megtervezésre egy havi, pótlékok nélkül illetménynek megfelelő összegű bértartalék, tehát ugye a köztisztviselők, nem köztisztviselők, hanem az önkormányzatnál foglalkoztatottak jutalmazására, javadalmazására, inkább úgy fogalmaznék, hogy javadalmazására. Ugye ennek az oka az a már hosszú évek óta, már lassan egy évtizede elmaradt, az önkormányzati szférában elmaradt béremelés. De a félhavi illetményemelés, félhavi illetményüknek megfelelő javadalmazásban részesítettük a dolgozókat a nyár elején. Most egy havi jutalmazásukról döntöttünk. Ez így másfél hó, akárhogy is nézem. Tehát ezért javaslom, hogy a koncepciót módosítsuk annyiban, hogy ne egy havi pótlékok nélkül illetménynek megfelelő összegű bértartalékot, hanem másfél havi illetménynek megfelelő bértartalékot képezzünk a jövő évi költségvetésben, mert egyelőre sajnos nem látszik az, hogy az önkormányzati szférában dolgozók béremelésével foglalkoznának, tervbe vették volna. Ezért azt javaslom, hogy mi a magunk részéről, ami az önkormányzat meg tud tenni, azt próbálja megtenni, és legalább ezzel az eszközzel is próbáljuk kompenzálni egy kicsit dolgozóinknak az elmaradt bérfejlesztést. Tehát az egyhavi pótlék helyett másfél havi pótlékok nélküli illetménynek megfelelő bértartalék képzését javaslom. Más kiegészítésem nincs a koncepcióhoz. Pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Köszönöm. Van-e kérdése, véleménye valakinek az előterjesztéshez? Osztályvezető úrnak van-e kiegészítése? Koncepcióhoz nincs. Akkor szavazzunk, aki az elhangzott kiegészítéssel, módosítással, tehát azzal, hogy az egyhavi tartalék az másfél havira emelkedne, aki így elfogadja a költségvetési koncepciót, az jelezze kézfeltartással. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. A következő napi rendünk a költségvetés 3 éves teljesítéséről szóló előterjesztés. Itt azt emelném ki, hogy a működési célú bevételek a tervnek megfelelően alakultak, ugye a fejlesztési kiadások azok nem időarányosak, azért nem, mert nem születtek még meg azok a benyújtott pályázatokkal kapcsolatos döntések, amik lehetővé tették támogató döntések, amik lehetővé tették volna
a különböző fejlesztések elindítását. Pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Van-e kérdése, véleménye valakinek? Kérem, aki elfogadja a három, 2016 év 3 éves gazdálkodás tapasztalatairól szóló előterjesztést, illetve javaslatot, az jelezze készfeltartással. Egyhangú volt a szavazás. Következő napi rendünk a 2016 évi költségvetés második módosításáról szóló előterjesztés. Itt annyit szeretnék kiemelni, hogy az államháztartásról szóló törvény előírásai szerint az évközi, tehát a város gazdálkodását érintő évközi változásokat, változtatásokat minimum 4 alkalommal elő kell terjeszteni, de legkésőbb a beszámoló elfogadásáig a pótköltség keretében, pótköltségvetés keretében elő kell terjeszteni. Ebben az előterjesztésben az önkormányzatnak juttatott, központosított előirányzatok, például segélyezés, közfoglalkoztatás, tehát ezeknek a beépítését tartalmazza a költségvetési rendelet tervezet, módosított rendelet tervezet. Pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosítást. Van-e kérdése valakinek, véleménye? Kérem, aki egyetért a rendelet tervezetben foglaltakkal, szavazzon. Köszönöm, a rendelet egyhangú szavazással elfogadásra került. A következő napi rendünk a busójárás 2017 évi költségvetéséről szóló előterjesztés. Ugye szándékosan hozzuk mindig előre, mert hogy a busójárás az év elején van, és hogy elő lehessen készülni a busójárásra, különböző megrendeléseket el lehessen indítani, ezért gyakorlat az, hogy korábban tárgyaljuk a busójárás költségvetését, mint általában az önkormányzat költségvetését. A jövő évi költségvetéssel kapcsolatban annyit szeretnék kiemelni, hogy az a célunk, hogy lehetőleg azon árusoknak, akik alkalmasak arra, akiket alkalmasnak ítélünk arra, hogy a busójáráson helyet kapjanak és a portékáikat árulhassák, azoknak igyekszünk mindenkinek helyet biztosítani, tehát bővítjük ilyen folytán a bevont közterület mértékét, nagyságát, az utcákat. Tehát több utcát nyitunk meg ilyen célra. Nyilván ezzel egyrészt nő a kínálat, másrészt meg nő az önkormányzat bevétele is, remélhetőleg. És továbbra is igyekszünk több helyszínen, több kiemelt helyszínen különböző látványos programokat megvalósítani. Csütörtöktől keddig, hogyha jól láttam, ugye 33 helyszínen 80 program kerül megvalósításra 2017. február 23 és 28-a között. A busójárás kiadási előirányzata az 31,5 millió forint, és ugyanennyi a bevételi előirányzata is. A pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Van-e kérdése, véleménye valakinek? Kérem, aki elfogadja a busójárás költségvetését, az előterjesztés szerint szavazzon. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. Hát akkor most jön az MTE 1888 Egyesület kamatmentes kölcsön iránti kérelme. Mielőtt ez bármit is hozzáfűznék, a pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. A
pénzügyi bizottság 20 millió forint kamatmentes kölcsön. Mennyit? 20 millió forint kamatmentes kölcsönre adott. Eddig értettem, amit képviselő asszony mondott a különböző napi rendeknél, most nem értem, lehet, hogy közben megromlott. 20 millió forintot javasolja. 20 millió forintot? Igen. Jó. Illetve nem jó, mert hogy én ezt nem támogatom, de majd elmondom az érveimet is, hogy miért nem. Tehát, és ez nem azt jelenti, hogy nem támogatom, hogy kamatmentes kölcsönt nyújtsunk az Egyesületnek, mert úgy tűnik, hogy a jelen helyzetben más módja nincs annak, mint hogy a gazdálkodási mélypontról el tudjon lépni az Egyesület, és ki tudjon keveredni abból a helyzetből, amibe került. Kaptunk egy levelet a Vácsi Torna Egylettől, amely november 17-én kelt, és amely tartalmazza, hogy e hónapban a kimutatás szerint 17,7 millió forint a szállítói állomány összege, és hát nyilván ezt fejelték meg a decemberi várható működési kiadásokkal, mert hogy az Egyesület működtetésének biztosítása érdekében előre kellett hoznunk a decemberi finanszírozást, és azt előbb átutaltuk az Egyesületnek. Ugye felvetődik a kérdés, hogy felvetődhet, hogy miért is van ekkora működési hiány. Ezt úgy gondolom, hogy ennek okai azok lehet, hogy még további elemzést igényelnek, de minden bizonnyal ez több év alatt jött össze. És ugye az is felvetődhet kérdésként, hogy akkor az Egyesület vezetése ezt miért nem jelezte korábban felénk. Most én úgy gondolom, hogy azért nem jelezte, mert egyrészt bízott abban, hogy ki tud mászni ebből a helyzetből, kátyúból. Másrészt talán erre vonatkozóan voltak is ígéretei. Nos, hogyan tudott volna kimászni ebből? Nyilván úgy, hogyha nem csak az önkormányzattól, hanem mástól is kap működési támogatást. Tehát nem csak az önkormányzat támogatására épülve kell a működését megtervezni, hanem úgy, mint mondjuk jó néhány évvel ezelőtt egyéb szponzori támogatásokra is támaszkodhat. Erre sajnos nem került sor az elmúlt időszakban, és még amit hozzá kell, vagy hozzá lehet tenni, hogy a TAO támogatások is, tehát TAO támogatások sem érkeztek az Egyesülethez a tervezett, kívánt mértékben. Tehát ott is voltak bizonyos elmaradások, főleg a működés terén. Egyrészt nem érkezett annyi támogatás, másrészt nem hagytak jóvá annyi pályázatot, mint amit az Egyesület szeretett volna. Lehet, hogy ez illúzió volt az Egyesület vezetése részéről, ez a fajta várakozás. Minden esetre most az új ügyvezetés, az új vezetés egyfajta tabularázát tartott, és ennek eredményeképpen nyújtotta be támogatási kérelmét. Én úgy gondolom, hogy ez a 20 millió forintos kölcsönkérelem, ez az a léptékű önkormányzati támogatás, ami
teljesen nyugodt, kiegyensúlyozott működtetést tesz lehetővé a hátralévő időszakban, hogyha az önkormányzati támogatások továbbra is az eddigieknek megfelelően érkeznek, és a benyújtott TAO támogatásokat is megkapja az Egyesület. Én azt gondolom, hogy nekünk, mint az Egyesület fő támogatójának nem feltétlenül az kell legyen a célunk, hogy teljesen nyugodt működési feltételeket biztosítsunk, hogy az Egyesület új vezetése hátradőlhessen, és ezért nem javaslom a 20 millió forint támogatás megadását, hanem 15 millió forintot javaslok, 6 évre, 1 év türelmi idő mellett azzal, hogy utána 5 éven keresztül évi 3 millió forintot kelljen visszafizetni, és ezt a nyitva lévő rész vonatkozásában pedig szeretném, hogyha tudnánk kapacitálni az Egyesület vezetését arra, hogy keresse fel a különböző potenciális szponzorokat, és gyűjtsön támogatást az Egyesület számára. Ezt korábban is, amikor még az Egyesület vezetője voltam, ezt megtettük a korábbi ügyvezetéssel, és a különböző potenciális szponzorokat felkerestük. Mert most mi a helyzet? Ugye vannak nyereséges vállalkozások, akik a TAO keretében adnak úgymond támogatást. Tehát a társasági adójukat a törvényi lehetőségek keretében nem az államnak fizetik be, tehát nem a NAV-hoz utalják, pontosabban megpántikázzák, megcímkézik, és a társasági adójuk jelentős hányadát az Egyesületnek adják. Erre csak a nyereséges vállalkozások alkalmasak, hiszen nekik keletkezik a nyereséges működésből adódóan nyereségadójuk, és abból támogathatják az Egyesületet. De ugyanakkor azért vannak olyan vállalkozások, elsősorban külföldi tulajdonú vállalkozások, akik annak ellenére, hogy nem nyereségesek, és korábban sem voltak nyereségesek. Említeném például a faroslemezgyárat, de említhetnék más vállalkozásokat is, akik ennek ellenére is adtak támogatást az Egyesületnek, tehát a maguk módján azért igyekeztek a helyi sportéletet és közéletet is egyéb módon támogatni, lévén, hogy azért több társaságnak, több cégnek a vezetése az helyi és kellőképpen lokálpatrióta. Tehát én szeretném, hogyha az Egyesület ezt a fajta támogatási lehetőséget is igénybe venni, és újból ez a dolog ez működhetne. És ilyen folytán, és ezért ösztönző jelleggel is javaslom, hogy ne a pénzügyi bizottság javaslata szerint, és ne a kérelem szerinti 20 millió forintot, hanem 15 millió forint kamatmentes kölcsönt biztosítsunk az Egyesületnek. Az Egyesület támogatására, finanszírozására nyilván még vissza fogunk térni a jövő évi költségvetés tárgyalásakor, mert mindig az éves költségvetés tárgyalásakor határozzuk meg az egyesületi támogatás mértékét. Nem kis mértékben támogatjuk az MTE-t, mert egyszer a költségvetésünkből adunk mintegy 65 millió forintot, 65,1 millió forintot, és ezen felül a TAO rendszeren belül vállaltuk, hogy nem örök időkre, de hogy évenként vállaljuk, hogy az önerőt mi biztosítjuk. A TAO-n belül vannak különböző fajta támogatási lehetőségek, tehát vannak a fejlesztési célú támogatások, és vannak a működési célú támogatások. Ezek között van olyan, amelyikhez 10%, van olyan, amelyikhez 30%, és van olyan, amelyikhez 50% önerőt kell biztosítani. A működési célúhoz, ha jól emlékszem, akkor 30%-ot. Jól mondom, Feri? Működési célú TAO-nál, és a fejlesztésihez 50, vagy fordítva? Tehát csak azt akarom ezzel elmondani, hogy az elmúlt években is
A működési célú TAO támogatásokhoz évente mintegy 30-40 millió forint önerőt kellett biztosítani. Tehát a költségvetésben jóváhagyott 65 millió forinton felül még hozzátettünk mintegy 30-40 millió forintot, ezt attól függően, hogy a TAO-ban mennyit sikerül elnyerni. Ez az egyik. A másik a fejlesztési célú. Az Egyesület ebben az évben jelentős fejlesztési célú TAO támogatást célzott meg. Ez közel 300 millió forint, ami azt vetíti előre, hogy mintegy 100-150 millió forint fejlesztési önerőt kell majd biztosítani. Nem kell hozzá nagy fantázia, hogy ennek a forrásnak a biztosításához is az Egyesület hozzánk fordul majd, és ezt is nyilván az önkormányzattól tudja és fogja kérni. Tehát ezeknek a tükrében kérem, hogy értékeljük ezt a kamatmentes kölcsön támogatási kérelmet és a támogatási javaslatomat. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, akkor mivel az előterjesztethez képest az általam elmondott javaslat a legtávolabbi, vagy távolabb eső javaslat, ezért először azt bocsátom szavazásra, tehát kiért egyet azzal, hogy a Mohácsi Tornaegylet átmeneti likviditási nehézségeinek áthidalására 15 millió forint kamatmentes kölcsönt nyújtsunk az MTE részére a 2016 évi költségvetésünk tartaléka terhére. Az előterjesztésben foglaltak szerint. Aki ezzel egyetért, kérem jelezze készfeltartással. Ez, ha jól láttam, egyhangú volt. Jó, köszönöm. Akkor más szavazásra szerintem nincs szükség. Pontosabban azért a szabályosság kedvéért, nehogy szó érje a ház elejét, tehát akkor a teljes határozati javaslatot bocsátom szavazásra már azzal, hogy akkor oda behelyettesítjük a 15 millió forintot, és így, aki elfogadja a határozati javaslatban foglaltakat, kérem jelezze készfeltartással. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. A következő napi rendünk az önkormányzat stratégiai ellenőrzési tervéről és a 2017 évi belső ellenőrzési tervről szóló előterjesztés. Pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Köszönöm. Van-e valakinek kérdése, véleménye? Kérem, aki elfogadja a stratégiai ellenőrzési tervet, a határozati javaslatban foglaltakkal egyetért szavazzon. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. Következő a Buza Ungarika önkormányzati ösztöndíj pályázatról szóló előterjesztés. Oktatási bizottság véleményét kérdezem. Tárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk a 5.637.500 forint támogatást. Pénzügyi bizottság. A pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Köszönöm. Van-e kérdés, vélemény? Hát kérem, aki egyetért azzal, hogy a felsőfokú oktatási intézményben tanuló mohácsi diákok támogatására Buza Ungarika ösztöndíj pályázat keretében 5.637.500 forintot elkülönítsünk, ennyit biztosítsunk, az jelezze készfeltartáson. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. Következő napirendünk az adózás 2016 évi tapasztalatairól szóló előterjesztés. Ha valaki ezt az előterjesztést elolvassa, akkor és próbálja elemezni, akkor azt gondolom, hogy érdekes következtetésekre juthat. Az egyik ilyen érdekes következtetés, hogyha ráadásul ismerjük a költségvetésünk szerkezetét, mértékét, akkor az, hogy láthatjuk, hogy a költségvetésünkben és általában az önkormányzatok költségvetésében egyre nagyobb szerepet kapnak a helyi bevételek. Ezek között is a helyi adóbevételek. Ha
ha nézzük, akkor tehát látható, hogy mintegy 1 milliárd forint az éves adóbevételünk, tehát a várható éves adóbevételünk mintegy 1 milliárd forint lesz. Ez az egyik megjegyzésem. A másik megjegyzésem, hogy emellett, hogy ilyen jelentős mértékű ugye az adóbevételünk, amelyből 631 millió forint az iparűzési adó tervünk, 16 évi, a 17 évi reméljük, hogy ezt is majd jelentősen meghaladja, hiszen új vállalkozások indulnak, lépnek be következő évtől, és remélhetőleg ezen a vonalon is beérik az a munka, amit az iparfejlesztés terén már régóta végzünk. Ugyanakkor a teljes adóbevételhez, ha megnézzük, a magánszemélyek kommunális adója a teljes adóbevételből 25 millió forintot tesz ki, tehát az 1000 milliárd forintból összesen, és az építményadó pedig 86 millió forintot tesz ki összesen az 1 milliárd forintból. Ez is, és emellett szeretném megjegyezni azt, ugye, amit korábban is már, amikor az adórendeletünket elemezgettük, megjegyeztünk, hogy ezen adómértékeknél a kommunális adónál és az építményi adónál is a lehetséges adómértékhez képest nálunk az adóterhelés szintje az 10-20% között van. Tehát a beállási szint az mérsékelt, viszonylag alacsonynak mondható. Ezzel nem azt akarom előrevetíteni, hogy most akkor emeljük meg duplájára ezeket az adómértékeket. Ugyanakkor azt, tehát egyrészt ez nyilván feltűnő lehet, másrészt, hogyha ez a tendencia folytatódik, hogy az önkormányzatoknak egyre nagyobb mértékben kell támaszkodniuk a helyi bevételekre, helyi adóbevételekre, akkor az önkormányzatnak ez biztosíthat bizonyos potenciális lehetőséget. Ebben van mozgástere, amely mozgástérrel azért nagy valószínűséggel az önkormányzatok többsége nem szívesen él. Bár biztos vagyok benne, hogy nem minden önkormányzatnál, főleg elsősorban a nagyvárosoknál, megyei jogú városoknál nem tartom valószínűnek, hogy ilyen alacsony például a kommunális adó beállási szintje, mint Mohácson. No, ez csak ilyen kis színesként gondoltam megjegyezni. A pénzügyi bizottság véleményét szeretném kérdezni. A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Van-e valakinek kérdése, véleménye? Igen, Földváriné Vizsuzsa képviselőasszony. A harmadik oldalon olvastam azt, hogy azok a lakó ingatlanok jogosultak adómentességre, akiknek a homlokzat felújítását tehát elvégzik az adott. Elnézést, nem lehet érteni. Ja, bocsánat, tehát a harmadik oldal közepén van itt egy mondat, amit szeretnék kérdezni is, hogy tehát mely ingatlanok jogosultak adómentességre, tehát itt az van, hogy akik a homlokzat felújítást elvégzik, ez most bizonyos utcákra vonatkozik, vagy az egész városban lévő ingatlanokra, ez a kérdésem. Nem csak bizonyos utcákra vonatkozik, hanem lakóingatlanokra vonatkozik, és tehát bárhol lévő és védett ingatlanokra vonatkozik, mert hogy vannak helyi védettség alatt álló ingatlanok, talán műemléki védettség alatt lévő lakóingatlan nincsen, de ebben nem vagyok teljesen biztos, de a védett ingatlanoknál vannak olyan védendő jegyek, amit a felújítás során meg kell tartani. Tehát az annak, aki felújítást végzi, annak többletköltséget jelenthet,
ha már ő magától nem szeretné ezt megtartani, leverni, és csak egyszerűen levakolná a homlokzatot, akkor mi azzal, hogy az ingatlanát védettség alá helyeztük, ezzel tulajdonképpen többletköltséget okozunk neki, ezen többletköltség kompenzálására biztosítunk adómentességet. De tehát ez egyszer biztos, hogy egy ilyen van a rendszerünkben. Az egyéb vonatkozásban a homlokzati felújításra azt hiszem, hogy nem biztosít a rendeletünk támogatást. De ha ezt rosszul tudom, akkor kérem az osztályvezető urakat, hogy jelezzék felém. Van-e más jellegű támogatás homlokzat felújításra, vagy csak a helyi védettségű és a műemléki védettségűeket illeti támogatás? Én így tudom. Ahogy a polgármester úr mondta, hogy a műemléki védettség alatt, tehát országos műemléki védettség alatt nincs Mohácsó lakóingatlan, ezek közintézmények, illetve templomok, kápolnák. Helyi védelem alatt olyan 153 darab, illetve talán mai döntés után 152, vagy egy kisebb létszámú ingatlan van, azok a helyileg védettek, illetve vannak az egyéb lakóingatlanok. Ez az adómentesség, ez minden típusú lakóház homlokzatának a felújítása esetén igényelhető. A helyi védelemben részesülők ehhez még támogatást is igényelhetnek az önkormányzattól, legalábbis pályázni szoktak, és minden évben találkozik vele a gazdasági bizottság, amikor erről döntés születik, hiszen az ő jogosítványa, hogy néhány százezer forint értékig támogassa ezeket külön forrásból. Az adómentesség mindenki számára igénybe vehető. Jó. Köszönöm. Akkor ezzel a kiegészítéssel kielégítő a válasz. Van-e más kérdés? Amennyiben nincs, úgy kérem, aki az adózás tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja, jelezze készfeltartással. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. A következő napirendünk a helyi adókról szóló rendeletünk módosítása. Ugye hónap végéig van lehetőségünk a jövő évi adómértékek megállapítására, és ahogy ezt már a költségvetési koncepciónál megemlítettem, 2%-os adómérték emelést javaslunk. Amit szeretnék kiemelni, ugye korábban készítettünk egy hatástanulmányt az adórendeletünk vonatkozásában, és ott a hatástanulmányban megfogalmazottakat most vezetnénk át a javasoltak szerint az adórendeletünkön. Tehát ez azt jelenti, hogy a telekadó vonatkozásában további sávokat alakítunk ki. Ezzel ugye cél a helyi adórendelet finomítása, és így viszonylag az adóztatott telek nagyság méretének növekedésétől függően viszonylag lineárisan növekszik a fizetendő adómérték is. És emellett tulajdonképpen kedvezmény, úgy véljük az ipari parkban betelepülők számára, és ott foglalkoztatás bővítő beruházás megvalósítók számára, hogy a telek megvásárlásától számítva 3 évig az adómérték, a telekadó mérték az 5 forint per négyzetméter per év. Tehát ugye az van a rendelet szerint, hogyha egy ingatlanon termelő tevékenység folyik, az ingatlan legalább 25%-ának igénybevételével, akkor az az ingatlan az mentes a telekadó alól. Addig, amíg folyik a beruházás, addig még nem indul meg a termelő tevékenység, tehát elvileg telekadóval terhelnénk a beruházót ez alatt az időszak alatt is. A mostani módosítással jelképessé tesszük az adó mértéket erre az időszakra, tehát 3 évig, amíg a beruházó a megvalósításon dolgozik, amíg az üzemét építi, addig már mentesül a korábbi, mondjuk jelentősebb telekadótól,
abban az esetben, hogyha ha ezt a beruházást 3 éven belül megvalósítja, és a foglalkoztatást 3 éven belül megkezdi, amennyiben nem, akkor más a helyzet, de akkor egyedi szerződésekben rendelkezünk a különböző szankciókról és a kedvezmények visszafizetéséről. Tehát abban az esetben, ha valaki nem vállalja a telekadásvételi szerződésben foglaltakat, akkor azt más módon, más úton tudjuk érvényesíteni az önkormányzat érdekét. Kérdezem a pénzügyi bizottság véleményét. A pénzügyi bizottság elfogadása javasolja a rendelet megalkotását. Részönkormányzat. A részönkormányzat is elfogadásra javasolja a rendelet megalkotását. Köszönöm. Van-e kérdése valakinek? Vélemény. Kérem, aki egyetért az adórendelet tervezetben foglaltakkal, jelezze készfeltartással. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. Következő napirendünk a Városgazdálkodási és Réfahajózási Kft. Beavatásos kiválással történő átalakításáról szóló előterjesztés. Én köszöntöm a társaság ügyvezetőjét, Hüber Ádámot, és a munkatársát, dr. Légrádi Évát. És én megkérlek benneteket, hogy fáradjatok ki, szerintem nagy valószínűséggel lesz kérdés. Kérdezem, hogy van-e kiegészítés az előterjesztéshez? Most mielőtt hozzáfogunk ennek a napirendnek a, illetve hát fogjunk hozzá, és teszem a kiegészítéseimet. A testület korábban döntött már arról, hogy a hulladék szolgáltatással foglalkozó ágazatunk az kiválik a Városgazdálkodási és Réfahajózási Kft.-ből, és beolvad a Délkom Kft. Nevű szervezetbe. Mi is ennek az egésznek az oka indoka? Az, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység szabályozása az úgy alakul, hogy a cégünkön belüli további működtetése ennek a szolgáltatásnak az eléggé reménytelennek tűnik már gazdasági anyagi vonatkozásban. Tehát az látszik, hogy ha a jelenlegi állapotot tartanánk fenn és működtetnénk tovább a hulladék szolgáltatást a jelenlegi formában, akkor az évente mintegy 60 millió forint veszteséget, 60-70 millió forint veszteséget okozna a társaságnak. Amit a társaság nem tud elviselni, nyilván előbb-utóbb az önkormányzathoz fordulna, mint tulajdonoshoz kompenzációért, ha másért nem, azért, mert előbb-utóbb megbomlana a társaság tőkeszerkezete, és akkor itt jön az, amire az adózás tapasztalatainál utaltam, hogy van mozgástér a kommunális adóban, és az önkormányzatnak nem maradna esetleg más eszköze, mint a kommunális adó mértékét megemelni, és az úgy befolyó többletadóból kompenzálni a veszteséget. Mennyire is kéne megemelni a kommunális adót? Ugye 60 millió forint veszteségről beszélünk, a jelenleg befolyó 25 millió forinthoz kellene még 60 millió összkommunális adóbevételt kellene úgy megnövelni, hogy 85 millió forint folyjon be kommunális adóból. Tehát több mint háromszorosára kellene megemelni, közel négyszeresére kéne megemelni a kommunális adómértéket, amire elvileg van lehetőség, mert a beállási szint az 10-15% között van, de úgy gondolom, hogy ilyen mértékű adóemelést mi nem szeretnénk végrehajtani, azért, mert a hulladék szolgáltatás a jelenlegi szabályok szerint ilyen mértékben veszteséget okoz a társaságunknak. Ebből a helyzetből a meglátásunk szerint úgy tudunk kikeveredni,
hogy más szolgáltatási formát veszünk igénybe. Olyan szolgáltatóhoz csatlakozunk, aki nagyobb területen szolgáltat, hiszen a törvényi változások is arra igyekeznek ösztönözni a szolgáltatást igénybe vevőket, hogy minél nagyobb, lehetőleg regionális szervezetekhez csatlakozzanak. Azok, akik nagyobb szolgáltató rendszereket működtetnek, és korszerűbb rendszerekhez tudnak csatlakozni, azok magasabb mértékű finanszírozást kapnak, akik nem, azok alacsonyabb mértékű finanszírozást kapnak. Tehát magyarán, aki nagyobb szolgáltató, több embernek szolgáltat, mondjuk akár 300 ezer embernek, az a nemzeti hulladék kezelő, micsoda ő vállalat? NHKV nevű szervezet finanszírozza a hulladék szolgáltatást, tehát a nagyobbak, korszerűbb rendszereket működtetőknek többet ad, a másoknak kevesebbet. Magyarán mi így önmagunkban ez kicsik vagyunk, másrészt az a cikói rendszer, ahová a hulladékot jelenleg szállítjuk, az nem felel meg, teljes egészében nem felel meg a törvényi kívánalmaknak, mert ott nincs meg az a speciális előválogató, előkezelő, ami még további többletfinanszírozást hozhat. Mert hogy a lakosság is érzékelhette, hogy a hulladék szolgáltatás díjazása, finanszírozása is jelentősen átalakult, ezért is nem kaptak még eddig számlát, reményeink szerint azért a közeljövőben minél előbb már a számlázás is meg fog indulni, mert hogy a nemzeti hulladékkezelő a hulladék szolgáltatásnak a felelőse, ő a megrendelője, ő rendeli meg a szolgáltatást, a szolgáltatást elvégzőktől, és ő számláz a lakosság felé. És az NHKV fizet a szolgáltatásért a szolgáltatást végzőknek. Tehát az NHKV fizeti ki a szolgáltatás díját esetünkben a Városgazdálkodási és Réfajózási Kft.-nek. Méghozzá egy bonyolult képlet alapján számítják ki a díjazás mértékét, és ennek a képletnek egy jelentős eleme a szolgáltató által ellátott lakosságszám, és egy jelentős eleme az, hogy milyen lerakót használ, milyen lerakóba szállítja a hulladékot, tehát olyan lerakóba, ahol van előválogató, előkezelő, és a hulladéknak egy jelentős részét azt úgymond eltérítik, újrahasznosítják, vagy pedig mindent leraknak a lerakóba. Ez ugye két szempontból hátrányos, egy szempontból kisebb a literenkénti finanszírozás az NHKV részéről a szolgáltató felé, másrészt meg több lerakási díjat, lerakási járulékot kell fizetni. Tehát ilyen formán, ilyen megfontolások révén oda jutottunk, hogy ennek az ágazatnak a saját cégünkön belüli megtartása nem indokolt, nem célszerű. Afelé mutatnak a szabályzók, hogy egy nagyobb rendszer részeinek, elemének lenni kifizetődőbb, gazdaságosabb lesz, mint hogyha ezt a szolgáltatást továbbra is önállóan kívánnánk megtartani. Nyilván ez bizonyos érzelmi dolgokat felvethet, hogy hát már több évtizede, akár ha visszamegyünk, talán az 50-es évektől kezdve működik ez a fajta szolgáltatás cégünknél, illetve jogelődjeinél. Most ezt innen itt megszüntetjük, kiszervezzük, de hát azt gondolom, hogy a számok magukért beszélnek, és a számok kell, hogy itt a döntésünket megalapozzák, és ezek a számok azt mutatják, hogy nem érdemes kis túlzással öngyilkosság ennek a
a további fenntartása, jelenlegi formában való működtetése. Elkészültek, tehát így, hogy ez a folyamat végbe tudjon menni, nyilván tárgyalásokat folytattunk Pécsváros vezetésével, a pécsi hulladékszolgáltató cégek vezetőivel, ők készek ezt a tevékenységet befogadni, Mohácson és a Mohács környéki településeken ellátni, elvégezni. Nyilván ez azzal jár, hogy ez az ágazat kiválik az MVR Kft-ből és beolvad a pécsi tulajdonú Délkom társaságba. A beolvadás okiratai, beolvadásra szükséges okiratok készültek el, és ezek kerültek a testület elé előterjesztésre, ugye elég terjedelmes anyagban, és határozati javaslat tulajdonképpen a beolvadáshoz szükséges különböző határozatokat tartalmazza, a fordulónapok meghatározásával, a vagyonmérleg tervezetek, vagyonleltár tervezetek elfogadásával, a fordulónap kitűzésével, tehát a kiváláshoz és a beolvadáshoz szükséges döntések meghozatalával. Ez ugye összességében sok-sok pontból áll, közel 15 pontból álló határozati javaslatról van szó, amelynek elfogadását javaslom a képviselőtestületnek. Ugyanakkor van ennek a folyamatnak egy másik eleme is, ami ugye azzal jár, hogy ha mi más szolgáltatót váltunk, akkor más rendszerhez is csatlakozunk, más rendszerbe fogjuk szállítani a hulladékot, más rendszer szolgáltatásait vesszük igénybe, amely rendszer más program keretében jött létre. Ugye mi jelenleg a Dél-Balatoni és Jóvölgyi Konzorciumnak, a hulladékkezelő konzorciumnak a tagjai vagyunk, ezen belül is a Jóvölgyi Társulásnak és ugye a Mohácsi Hulladékgazdálkodási Kistérségnek vagyunk a központja. Ebben a társulásban, ennek a társulásnak a keretében valósult meg Mohácson a hulladékudvar, ennek a fejlesztésnek a keretében kerültek ide eszközök, és valósult meg a cikói hulladéklerakó, ami, mint már utaltam rá, sajnos nem elég korszerű. Tehát afelé, a rendszer felé is vannak bizonyos szerződésben vállalt kötelezettségek, amelyeket meg kellett vizsgálni, hogy hogyan alakul ezen kötelezettségeknek a dolga sorsa abban az esetben, hogyha mi ebből a rendszerből, ha nem is teljes mértékben, de bizonyos vonatkozásban kiválunk. A szerződések felvizsgálata során, pontosabban másképp kezdem, tehát van az előterjesztésnek egy olyan része, ezt önök is vagy kiküldött, vagy kiosztásos anyagként megkapták, aminek az a része, hogy előterjesztés szerződés módosítás kezdeményezéséről, ami tulajdonképpen azt tartalmazza, hogy a Városgazdálkodási és Réfajózási Kft. és a cikói hulladéklerakót működtető regionális kommunális szolgáltató non-profit Kft. Között létrejött korábbi szerződést, azt módosítsák, mert hogy ezt módosítani szükséges. Ugye ebben a szerződésben két kitétel kritérium van, amit mindenképpen módosítani szükséges. Az egyik az az, hogy a szerződésben az MVR Kft. Azt vállalta,
hogy az általa begyűjtött kommunális hulladékot azt a cikói lerakóba szállítja. Most, hogyha az MVR Kft. Jogutódja lesz a Délkom Kft., akkor ugye a Délkomnak is cikóra kéne szállítani a hulladékot. Ha cikóra szállítaná a hulladékot, akkor gyakorlatilag ő sem kapna többet az NHKV-tól az elszállított hulladék literéért, mint a MVR Kft., illetve a Rekom, mert hogy nem korszerű hulladéklerakóba szállít, és nem egy nagyobb rendszer részeként működik. Tehát ennek így nincs értelme. Egyrészt. Másrészt a cikói lerakóban nem valósult meg az az előkezelő, előválogató mű, ami nagyobb eltérítést tenne lehetővé. Magyarán a pécsi lerakóba, a kökényi lerakóba a beszállított hulladéknak a 40-50%-át azt kiválogatják, újrahasznosítják, ezután nem kell lerakási járulékot fizetni, illetve ezután lerakási díjat nem kell fizetni, és kevesebb költségbe kerül, és több a magasabb a finanszírozás is az NHKV által megalkotott képlet szerint. Ez az egyik. Másik, hogy a szerződésben van egy olyan pont, hogy a szelektív hulladékot azt a Rekom részére, tehát a cikói lerakóban a Rekom részére adja át a társaságunk. Ez is okafogyottá vált, mert hogy a törvényi változás, a törvény úgy rendelkezik, úgy változott, hogy a szelektíven begyűjtött hulladéknak a tulajdonjoga az a nemzeti hulladékkezelőt illeti, tehát az NHKV-t illeti, ennek a hasznosításáról ő gondoskodik, és ő fizet ezért a szolgáltatónak, hogy mennyit azt még nem tudjuk, azt majd eldönti az NHKV. Tehát ő a tulajdonos, és ő mondja meg, hogy ez a hulladék, ez, ő rendelkezik a fel, hogy ez hová kerüljön szállításra. Tehát mindenképpen a szerződésnek, amit a cégünk kötött, módosítása szükséges. A Délkom nyilván kérte is, hogy ezek a pontok, ezek módosításra kerüljenek, úgy kerüljön hozzá beolvasztásra már ez az üzletág, hogy ez a teher, ez már ne, tehát ezzel a teherrel ő neki már ne kelljen számolni, hanem ő ettől mentesüljön. Azért is kerül ez így a képviselőtestület elé, mert hogy egyrészt úgy gondoljuk, hogy ennek az átalakítási folyamatnak sarkalatos eleme, hogy a szerződés módosítása megtörténhessen. Másrészt ugye valamilyen oknál fogva úgy gondolták az anyagot készítő kollégák, jogászok Pécset, Mohácson is, hogy jó az, hogyha ennek a feladatnak a címzetje az a mohácsi polgármester lesz. Mondjuk biztos mindenki számára ez egy kellemes dolog, hogyha ezt rám testálják, de én úgy gondolom, hogy ezt a szerződést módosítani jogosultak azok, akik megkötötték. Tehát magyarán én a testülettől kérek mandátumot az én számomra is, de a társaság ügyvezetője számára is, ahhoz, hogy eljárjon annak érdekében, hogy az a szerződés, amit korábban a Rekommal megkötöttek, az a szerződés az módosításra kerüljön, mégpedig az előterjesztés szerinti módon módosításra kerüljön. Nos, nekem ennyi kiegészítésem lett volna az előterjesztéshez, vagy ennyi magyarázat, és kérdezem a társaság képviselőit, hogy van-e kiegészítésetek, parancsoljatok. Én egy dolgot szeretnék hozzátenni, a polgármester úr elég részletesen elmondta a dolgokat. A lakosság és a vállalkozások ebből semmit nem fognak észrevenni ebből a változásból, mert ugyanazok az emberek, ugyanezekkel az eszközökkel fogják elvinni a hulladékot, az ügyfélszolgálat ugyanúgy fog működni, ugyanazokkal az emberekkel, akikkel jelenleg,
és erre mi megfelelő garanciát kaptunk a Délkom Kft-től, hogy ez így is fog maradni. Ezt szerettem volna csak hozzátenni. Köszönöm. Éva? Nekem egy technikai kiegészítésem lenne az átalakulással kapcsolatos előterjesztés, illetve határozati javaslat eny pontjához. Mivel a szindikátusi szerződés három fél között kötendő majd, ezt az eny pontot javaslom kiegészíteni azzal, hogy a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a Mohácsi Város Gazdálkodási és Répfajozási Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét a szindikátusi szerződés önkormányzat, illetve Mohácsi Város Gazdálkodási és Répfajozási Nonprofit Kft. Nevében történő aláírására. Egyetértek vele? Igen, egyetértek ezzel. Jó. Van-e esetleg más kiegészítés? Nincs. Akkor kérdezem a bizottságok pénzügyi bizottság véleményét. A bizottság az átalakuláson szóló határozati javaslat elfogadását javasolja, valamint a vállalkozási keretszerződés módosítására vonatkozó határozati javaslat elfogadását javasolja. Jó. Van-e valakinek kérdése, hozzáfűzni valója? Amennyiben nincs, akkor szavazunk. Először az eredetileg kiküldött anyag határozati javaslatairól, tehát egészen az A ponttól terjedően az O pontig, O pontban foglalt határozatokról, azzal a módosítással, amit Éva az imént elmondott, tehát az egy pont módosításával, hogy ide bekerül harmadik félként a Városgazdálkodási és Répfajozási Kft., illetve az ő ügyvezetője is. Aki egyetért a javaslatban foglaltakkal, kérem jelezze készfeltartással. Köszönöm, egyhangú volt. Akkor a következő szavazásunk, ugye az a kiegészítő, tehát az előterjesztés kiegészítése a szerződés módosítás kezdeményezéséről. De ez az, amiről akkor beszéltem, hogy a Rekommal kötött szerződés módosítása szükséges. Van ennek a kiosztott előterjesztésnek egy két pontból álló határozati javaslata. Nem ismétlem, elmondtam, hogy mely pontok módosítását tartjuk szükségesnek, és határozati javaslat tartalmazza is, hogy milyen formában szeretnénk módosítani. Kérem, aki egyetért a javaslatban foglaltakkal, jelezze készfeltartással. Köszönöm szépen. Egyhangú volt a szavazás. Van-e még valami esetleg, amiről döntenünk kéne? Azt gondolom, hogy akkor ez így most teljes körű. Köszönöm szépen, köszönöm a részvételt. A következő napi rendünk a helyi közösségi közlekedésről szóló előterjesztés. Ugye december 31-ével lejár a szolgáltatási szerződés, pályázatot kell kiírnunk a helyjáratú közlekedésre. Ennek a pályázatnak a kiírásáról, indításáról döntünk ebben a napirendben. A pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. A pénzügyi bizottság elfogadása javasolja. Köszönöm. Javasolja. Köszönöm. Ennek a kapcsán szeretném elmondani, mert ugye már többször megkerestek bennünket a közvéleményt, főleg azokat, akik az ipari parkban dolgoznak, ez élénken érdekli. Tehát ennek a pályázati kiírásnak a része már az, hogy 2017. január 1-től a helyi árat bemenjen az ipari parkba, érintse az inkubátorház és a Löbelié tulajdonában lévő alumínium öntöde
környezetét, tehát ott lesz egy megálló, és a Vágóhídnál is lesz egy megállója a helyjáratnak. A cégek által beadott igények figyelembe vételével fogjuk a pályázatot kiírni, és fogunk a feladatra majd szerződést kötni. Van-e valakinek még kérdése, véleménye? Kérem, aki egyetért a javaslattal, jelezze készfeltartással. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. Következő napirendünk a közterület felügyeletről szóló rendelettervezet. Pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet megalkotását. Van-e valakinek kérdése, véleménye? Amennyiben nincs, akkor szavazás előtt csak annyi, hogy az a célunk, hogy megerősítsük a közterület felügyelőinket, a működési hátterüket, és a törvénnyel összhangban ennek megfelelően módosítjuk a rendeletünket. Aki egyetért a rendelet módosítással, jelezze készfeltartással. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. Következő napirendünk szociális bérlakásnak az MVR Kft. Kezeléséből történő kivonásáról szóló előterjesztés. Szociális és egészségügyi bizottság véleményét kérdezem. A Szociális és egészségügyi bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja. Jó. Pénzügyi bizottság. A bizottság elfogadása javasolja a határozati javaslatot. Jó. Van egy kérdés, vélemény? Tehát ez a három ingatlan, ez nem csak úgy lakatlan, de lakhatatlan is. Ott más funkciót, közpark funkciót tervezünk, tehát javaslom a kivonást, kérem, aki egyetért a javaslattal, jelezze készfeltartással. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. Következő napi rendünk a területi védőnői körzetek felvizsgálatáról szóló előterjesztés, Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményét kérdezem. A Szociális és Egészségügyi Bizottság a rendelet módosításával egyetért és elfogadásra javasolja. Pénzügyi bizottság. A Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolja a rendelet módosítását. Köszönöm. Kérdezem, az egészségügyi alapellátó vezetőjének, Domján Zsuzsinak van-e ez hozzászólni? Nincs. Javaslod a módosítást. Köszönöm. Kérdés, vélemény. Kérem, aki egyetért a rendelet módosítással, szavazzon. Köszönöm. Következő napi rendünk a helyi építési szabályzat. Szabályozási terv módosítás véleményezési eljárásának lezárásáról szóló előterjesztés. Pénzügyi bizottság véleményét kérdezem. Bizottság elfogadása javasolja a határozati javaslatot. Van-e kérdés, vélemény? Kérem, aki egyetért a HÉSZ módosítással, az előterjesztés szerint jelezze készfeltartással. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. Akkor befejezésül az interpellációkra kerül sor. Van-e olyan képviselő, aki a korábban benyújtott interpellációjára adott választ nem fogadta el? Nincs. Új interpellációkra van-e igény? Amennyiben Kovács László képviselő úr. Köszönöm szépen. Írásba szeretném leadni, mert tartottam fogadóórát, és itt van a papír. Nagyszerű, ezt üdvözöljük. Más interpelációra nincs igény, akkor a képviselőtestület ülést lezárom. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, további szép napot kívánok!